Na, gyerekek, szedjétek össze magatokat, kérlek. Megadjuk a vízre most. Tegnap kaptam egy kézműves határidőnaplót, amiben remek versek meg népdalok vannak, és elkezdtem így olvasgatni, meg énekelgetni, és egyszer csak a pasim a fotelből megszólalt, olyan vagy, mint a tévén egy rossz műsor, ahogy így hulla a filma, aztán meg Vörös Sándor. Nagyon jól értettem, mert tényleg olyan volt, mint egy ilyen nyugdíjas műsor. Ó, sajnos nincsenek itt a játékok, na hát, semmi baj. Na, csapok. Ha, a szemem! Igen. Nem lepődök meg ezen, mert én is írogatok Demi Lovatónak. Tényleg írogatok? Hát miért? Én szívecskéket szoktam küldözgetni, hogy hát ha egyszer majd megnyitja, és de akkor... De aranyos vagy. Visszapörget, és azt mondja, hogy Jézusom, de kitartó ez a gyerek. Á, nézzek csak rá egy picit. Gondolod? Biztos vagyok. Én biztos vagyok. Igen, én DiCaprio-nak is egyszer küldtem egy szívecskét, de nem ért vissza, úgyhogy kikövettem. De egy személy. Szabad, ó, de jó, hogy nem ezt húztam. De hosszú. Adj ki három állathangot. Hoppá, nekem is becsúszott egy ki. Röfi. Picit elengedtem magam. Hát az igazi énet kitörtem. Igen. Oh, me the bunch of the night. Tudom, hogy mi? A bunch of the night. De olyan meggyőződésre, hogy senki. Tehát, hogy semmi. Az adásrendező mondja nekem, na most voltatok a legjobbak. Én meg így, I need a hero, I need a bullet of the night. És az volt a legviccesebb, hogy Tomi állandóan basztott ezzel, hogy elrontottam. Majd a magyar szöveget rontott el a döntőbe. Fekszem az ágyon. És annak nem az a szövege, ő írta, ment vágyom! Nem vagy ügyelme. Remek. Valamelyik nap moonwalkoztam a takarítás közben otthon, és akkor is volt majdnem egy balesetem. De tudod, akkor is az jut eszembe mindig, hogy mi jut eszedbe nem, ilyenkor, nem az, hogy elesel, megütöd magad, hanem az, hogyha megtörténne egy baleset, és erről beszélni kéne. Tudod, a mentőbe, hogy így pont kötött össze a kezem, és majd mondják, hogy mi történt, még így, a kutya belengedve elcsúsztam, szóval... És még arra is emlékszem, hogy szar... Kicsi lányom, a szaladsz! Lányom, a szaladsz! És megcsúsztam ezen a pelenken. És tegyük fel, nem lett semmi bajom, tényleg nem ütöttem be maga. De hogy mit tudom én... Videó és fotóstúdió, felszerelések bérlése. Műsorunk technikai partnere a digitalworld.hu. Privát rendezvények, workshopok, fotózások. A helyszínt a Chill Home Studio biztosította.